Ismét fennakadások voltak a perui Cusco repülőterén az országban másfél hónapja tartó zavargások miatt. A Machu Picchu közelében fekvő nagyvárosban több száz külföldi turista rekedt. A hatóságok azt ígérték nekik, hogy rendőri kísérettel hozzák ki őket a tüntetések egyik gócpontjának számító megyeszékhelyről. Elfoglalják a repülőtereket. Ez a helyzet rossz a turistáknak, nem tudjuk jól érezni magunkat. És nekünk is van dolgunk otthon, haza kell mennünk a munkánk, a tanulmányaink miatt. Ez pedig sokba kerül most, és nehéz elintézni, mondta egy argentin utazó. A kormány határozatlan időre lezárta a Peru legfontosabb turisztikai látványosságát, a Machu Picchut, mivel a decemberben börtönbe került Pedro Castillo volt elnök hívei ellehetetlenítették a megközelítését. Az összecsapásokban már több mint 50 ember halt meg.